Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy első benyomásos smink videó, és ezt a sminket fogom elkészíteni, amit ma rajtam láthattok, és ehhez Black Friday-es termékeket fogok használni. Az arcom az már meg lesz csinálva, hiszen főleg szemre való termékeket vásároltam, úgyhogy csak a szemünkre kell, hogy koncentráljunk. Úgyhogy ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan készült el ez a smink, és hogy milyen termékeket használtam hozzá, akkor ne kattintsatok sehova! Hát akkor kezdjünk is bele, és elsősorban a Makeup Revolution Forever Flawless Eyes Palette-et akartam használni, amely így néz ki, és hát természetesen a Jeffree Star Blue Blood palettára hasonlít. Összességében vannak benne matte és metal árnyalatok, egy-két metal árnyalat inkább ilyen erős szatén, mint metal, és összesen csak 5 nude árnyalat található meg benne. Ez egy kicsit sötétebb, rózsaszínesebb mattárnyalat, ez egy nagyon-nagyon világos. Ez pontosan ugyanaz a szín, csak szaténban, és van itt 2 metál, egy kicsit sötétebb és egy kicsit világosabb. Szerintem 2 is elég lett volna, egy világos nude és egy sötétebb bronzos árnyalat. Nem kellett volna bele, mondjuk 5-öt beletenni, de tény, hogy a kékekből és a türkis színekből is azért van itt benne rendesen, van itt egy ezüstünk, van itt egy fehérünk, tehát hogy ahhoz képest elég jó a szín szelekció, mert hogy nekem megvan a Makeup Revolution-től, vagy az I Heart Revolution-től a Macaron nevű csoki paletta, és mint ahogy látjátok, ebben összesen található 1-2 kék, egy zöld, meg egy ilyen aranyszínű, de az összes többi ilyen vagy barna, vagy bronz van itt, 2 ilyen szürkés, ezüstös, kékes árnyalat, ami nagyon hasonló, annyira nem különbözik, tehát ehhez képest ez tényleg egy tök ilyen kék paletta, ez meg inkább egy nude paletta, 1-2 kékkel elhintve, de ha a kettő közt választanom kéne, akkor inkább ezt venném meg, hogyha kék palettára vágyom. De akkor vigyük is fel, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen döntöttem el, hogy mit akarok csinálni, mert annyi tök jó szín van itt, úgyhogy egy halo eye effektet fogok készíteni, és az egyik szememen csak a korrektor lesz rajtam, mint szemhéj alap, ahogy általában mikor sminkel. A másik szememre pedig fel fogom vinni a NYX Jumbo szemceruzáját Milk árnyalatban, és megnézzük, hogy vajon sima korrektor elég-e szemhéj alapnak hozzá, avagy kell alá tényleg valami, ami segítsen. Úgyhogy először ezt a szemceruzát fogom felvinni, csak így nagyjából felaplikálom, és utána kézzel eldolgozom, és most egész végig a paletta tükrét fogom használni, mert kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen, de meg hogy mondjam, ez egy gyönyörű, szép, egyáltalán nem torzító, hatalmas nagy tükör. Az egyetlen problémám vele, hogy általában az ilyen tükrökön szokott lenni egy ilyen védőfólia, ezen nem volt. Szóval jó, persze amúgy is egy külön dobozban érkezik ez a paletta, de általában egy ilyen tükrön azért szokott lenni védőfólia, ezen nem volt. Viszont akkor így most meg fogjuk nézni, hogy vajon ezen a szememmel jobb lesz a smink, avagy a sima egyszerű szemhéj alappal is működni fog-e. És engem nagyon megihletett ez a sarok, és több más terméket is akarok használni, úgyhogy először drencset fogom használni, ami egy matt, nagyon világos menta árnyalat, hasonlom nem nagyon van a kollekciómban, és nagyon ki akartam próbálni, ezt fogom felvinni a mélytőbb van arra a külső és a belső szemzugba, ez lesz a Halo Eye szemsminkünknek az alapja. És nem fogom elaprózni, bőven fogom felaplikálni, egy kicsit azért porzik ez a paletta is, de bőven fogom felaplikálni. Ez amúgy egy kicsit mint egy pasztel árnyalat, és általában a pasztel árnyalatokkal az a problémám, hogy alap nélkül hát olyan semmilyenek, de végül is ez elég jól látszódik, ahogy annyira szép színe van. Ez most a sima korrektor, a szemhéj alapos szemem, és amúgy egész jól látszódik, tehát hogy... És megnézzük a NYX-es oldalon. Én általában szeretek tényleg ilyen pasztel színek alá egy ilyen alapot felvinni, hogy még jobban látszódjon, hogy ez pasztel, mert főleg télen hajlamos elveszni rajtam, mert én annyira nagyon fehér tudok lenni,
hogy kicsit olyan furcsán néz ki rajtam egyik pasztel színnyáron. Tök jó, mikor le vagyok barnulva, de télen szeretek alá valami alapot tenni. Hát ez alappal... Nem, nagyon remélem, hogy ez látszódni fog a kamerán, de ilyen... Hát most mondok egy oximoront, de neon pasztel. Tehát, hogy a... ez nagyon szép. És igazából csak kettő réteg kell rá. Én általában egy ilyen pasztel szint van olyan palettám, amit akár öt rétegben is fel kell, hogy vigyek, de ez nagyon-nagyon-nagyon szép. És nagyon krémes, könnyű eldolgozni, nem hullik le ide a szemem alá, és amikor újjal bele nyúlok is, krémes. Tehát ahhoz képest, hogy tele pasztellárnyalt, ezek mindig kicsit ilyen krétaszerűek szoktak lenni. Legalábbis van egy-két olyan palettám, ami jó, persze, fogaz, meg lehet építeni, de mint a kréta olyan. Ez viszont nagyon krémes, úgyhogy azt a mindenit. Most egy kicsit meglepett a Makeup Revolution. Nagyon-nagyon szeretem a márkát, de azért eléggé ilyen vegyes vágott, amit tud csinálni, pont ugyanúgy, mint az Essence is, hogy hol kiad egy baromi jó palettát, és teljesen összetoljam magam rajta, máskor meg ilyen meh. Viszont akkor applikáljuk fel a következő szint, ami ez a külső break nevezetű árnyalat. Ez egy nem is tudom milyen szín. Kicsit ilyen pávakék. Ezzel a menta színnel így együtt annyira nagyon jól néz ki, ez annyira meginspirál. Egy kisebb ecsettel ezt fogom felvinni a külső és a belső V-be, ezzel fogjuk a Halo Eye effektünket egy kicsit elmélyíteni. Hát ebben a Makeup Revolutionnek a matt színei nem szoktak túl jók lenni. Tehát én azzal szoktam egy kicsit megszenvedni, és a metal árnyalatai szoktak azért elég bedesszek lenni. De meg kell, hogy mondjam, annyira szép ez a szín. De meg kell, hogy mondjam, hogy most tényleg nagyon meg vagyok lepődve. Szépen össze lehet dolgozni ezzel a pasztel árnyalattal. Persze utána vissza fogok menni a pasztelre is, és egy kicsit össze fogom dolgozni, de most főleg a szín felvitele a lényeg. És szerintem nyitva hagyom ezt a Halo Eye-t, tehát nem fogom itt középen nagyon összedolgozni. És nyitva hagyom, és oda fogom majd feltenni a következő szint. Őszintén megmondom, hogy a neten képek alapján ez a paletta annyira nem tetszett. Kicsit olyan, hát most csúnyát mondok, de ilyen olcsó hatása volt. És hát nem tudom, kicsit a színek is, gondolom meg a megvilágítás, úgy annyira nem jött be. Sokkal inkább érdekelt volna a Melt Smoke Obsession palettának a Makeup Revolution-os változata. Azt is nagyon-nagyon ki akartam próbálni, csak az el volt fogyva, mire én vásárolgatni kezdtem. De most teljesen meglepett. Elképesztően intenzív a NYX-es oldalon a pigmentálcsek, tehát amúgy is, de ezen elképesztő. Én most vissza fogok menni az előző színre, és egy kicsit itt a széleket összedolgozom. De nagyon könnyű eldolgozni őket amúgy. Egyedül lesz, hogy világos árnyalatot viszem itt teljesen, és a sötéttel nem zárom be ezt az effektet. Nagyon durva, halljátok? Nem tudom, hogy miért, de vagy én vagyok nagyon rossz helyen, vagy tényleg ennyi tűzoltómentő megy el Szegeden, de iszonyat sok. Tehát az elmúlt 3 hónapban elképesztően hatalmas mennyiségű volt ezeknek a járműveknek az itt léte. Valamelyik nap pont a szembe házhoz jött a mentő. Nagyon para amúgy. Majd pedig jön az alsó szempilla sor. És először ezt az első drencset fogom felvinni. Legyen alul is egy Halo Eye effekt, nem. Nem, simán csak felviszem a drencset szerintem. Először. Majd pedig vissza fogok menni breakre egy nagyon picikét, és csak ide a külső részbe fogom felvinni az alsó szempilla soron. Nem fogom teljesen végighúzni, akarom, hogy legyen egy ilyen átmenet ebből a pávakékből
a pasztel irányába. Az elmúlt videóban olyan nagyon közel ültem, most muszáj vagyok kicsit hátrébb jönni, mert ilyenkor nincsen rajtam szemüveg, és nem teljesen látom a viewfinder-t, és én azt látom, hogy ó, hát én olyan messze vagyok, hát ebből semmi nem látszik, és utána, mikor szerkeztem és vágom a videót, akkor pedig így püf, benne vagyok teljes arccal, meg valamikor a fejem teteje van levágva, valamikor a nyakam. Az egyik videóban, a Lovely Reviews videóban úgy néztem ki, mint aki így fuldokol a kamerában, mert hogy nincsen fent, úgyhogy igen, a szemüveg és a vakság hátránya. De remélem ez a távolság nektek is bejön. És látszódik, de mégsem vagyok túl benne az arcotokban. És jön az extra. Ez a BH Cosmetics Eyelight-a gnárli árnyalatban, nem még egy világos kék. És arra gondoltam, hogy ezt fogom felvinni ide középre, ez lesz a Halo része a Halo Eye szemnek. És lehet, hogy még a belső szemzugba is ezt fogom felvinni, bár lehet, hogy oda valami mást rakok. De ezt fogom használni. A saját ecsetjét fogom használni, ez egy ilyen kis applikátor, tipikus standard, elég sok terméket veszem úgy fel. Ezt fogom felvinni, és utána vissza fogok menni a Break nevezetű árnyalatra, és egy picit megpróbálom összedolgozni a szíleket. Esküszöm, szerintem élőben ez még szebb, mint kamerán. Ez ilyen, tényleg mint egy neon, csak úgy világít. A Stila-nak a Magnificent Metals dolgait nem próbáltam még ki, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem is érdekel, mert ha ez a BH Cosmetics-es is ezt tudja ennyi pénzért, akkor felesleges megvennem a Stila-nak ugyanezen termékét körülbelül 3-4-szer ennyiért. Tehát ez... Ja, és igen. A haul videó után ugye megszocsoltam a termékeket, és utána elmentem lefürdeni, és nem jöttek le a szocsok a kezemről, tehát tusfürdővel, meg rendesen vízzel, úgyhogy megfürödtem, nem jöttek le a kezemről, hanem csak utána micellás vízzel, meg egy kis olaj segítségével, és úgy jöttek le, most már a kis glitterek se látszódnak, úgyhogy elképesztő tényleg vízálló, tehát egyáltalán nem jöttek le, még így sikálása se. És akkor most visszamegyek erre a Break nevű árnyalatra, és egy picit megpróbálom ide dolgozni. Nos, úgy látom, hogy ez rögtön nem szárad meg, hanem kell neki egy kis száradási idő. Van olyan termékem, ami azért rögtön megszárad, de ez nem. Úgyhogy most véletlenül belekaptam, úgyhogy vissza kell applikálni. Úgyhogy pont ezért fogom nagyon-nagyon óvatosan itt eldolgozni a széleket, hogy ne szedjek le magából a festékből. Kíváncsi vagyok, hogy fog-e mondjuk száradás után lehullani a szemem alá, vagy meg fog-e repedezni, vagy bármi hasonlót csinálni fog-e. Eddig a többi ilyesmi termékem nem okozott nekem ilyen problémát, de tudom, hogy vannak olyan termékek, amikkel ez problémás szokott lenni. Ez most ilyen nagyon jégkirálynős, ez ilyen... abszolút. Annyira gyönyörűen megfogja a fény ezeket a glittereket, valami eszeveszett elképesztő. Így is tök jól lehet használni, vagy pedig egy ilyen fél cut crease-be ide a szemhéjad első felére, és még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy vékony ecset segítségével, mondjuk ide belülre a mélyítővonalra, mondjuk egy ilyen félhold alakú vonalat, vagy egy cica szemet, vagy valami hasonlót el lehetne vele készíteni, mert elég sűrűen vannak pakolva ezek a glitterek, tehát nem az van, hogy ó, felvesz valamennyit, és háromszor vissza kell rámenni, és akkor talán kapok egy ilyen pigmentáltságot, hanem ez így rögtön. Tehát elképesztő. Ha most már félig meg van száradva, hát kell neki egy olyan 3-4 perc, de max 5 perc, amíg megszárad, de egyáltalán nem nehéz érzés, nem érzem, hogy a szemhéjamon van, és akárhogy vágom a fejeket, nem látom, hogy beráncolódna, mert körülbelül amíg összemostam a színeket a két szemhéjamon, gyakorlatilag annyi idő elég volt neki, hogy megszáradjon, de úristen, annyira szép, olyan látványos, és kettő szemhéjpudert használtunk meg egy ilyet, és így kész, teljesen látványos. Úgyhogy fú, nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Viszont a belső szemzugba
a palettában levő Cool nevezetű világos metal, inkább szaténesebb ütésű fehér színét fogom használni. Bár használni akartam a Suva Beauty Hydra Linerét, de azt most nem tudom, hogy hova tenném. Mert nem akarok ide cica szemet se, ez nekem most itt tetszik. A belső szemzugba se biztos. Jó. Először vigyük fel ezt az árnyalatot, nézzük meg, hogy mennyire lesz világos, és lehet, hogy utána egy picit rádolgozok ezzel a Suva Beauty-val, még meglátjuk, de nem akarom elrontani se és túl sminkelni ezt a sminket. Egy ceruza ecsettel fogom felvinni. Egészen pigmentált amúgy, és ez egy ilyen teljesen hófehér, tehát nem látok benne semmi kékes beütést, egy hideg fehér árnyalatról van szó, és metálnak metál, de inkább egy kicsit ilyen szaténesebb beütése van, nem pedig ilyen folyékony metál, ez már magán a textúráján is látszik. Ezek után fel fogom applikálni az Essence hosszantartó szemceruzáját Tütü Türkisz árnyalatban, fel fogom vinni a szempillaspirált, és utána vissza is térhetünk a rúzsra. És vissza is tértem, közben szerencsére végre kisütött a nap, mert egész eddig konkrétan lámpát kellett kapcsoljak, hogy lássak valamit. De úgy látszik, kisütött a nap, úgyhogy végre én is látszódok valamennyire. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint a rúzs, és valami világos nude árnyalatot akartam, mert azért ez a smink elviszi az arcom nagy részét. Úgyhogy a Milani Amore matt folyékony rúzsát fogom felaplikálni Adorable árnyalatban. Úgyhogy igazából el is készült ez a smink, amit a Makeup Revolution Flawless Eyes palettájával és a BH Cosmetics Eyelights-ával készítettem. Szerintem... az képest, hogy nekem nem áll jól a kék, szerintem ez azért elég vageszül néz ki. Én ettől teljesen le vagyok sokkolódva, hogy milyen elképesztően gyönyörű, és csodálatos, és hihetetlen. Ez a paletta is eddig nagyon-nagyon tetszik. Ez a pasztelesebb szín kicsit jobban porolódott, mint ez a kicsit sötétebb, de látok benne annyi sok lehetőséget, ez a nagyon-nagyon neon királykék, ez még bizsergeti a kis fantáziámat, mert egy hasonló árnyalatom volt, viszont az egy palettával együtt érkezett, és hát odaadtam barátnőmnek, mert nekem nem tetszett a paletta többi része, csak nem tudtam kivenni belőle a szemhévestéket. Úgyhogy én arra a színre még nagyon kíváncsi vagyok. Ez amúgy egy nagyon jó csomagolás, tehát érzem benne, hogy ebben van anyag. Tehát, hogy van egy kis súly, ebben van anyag. Ez egy ilyen fém, és gyönyörűen rá van nyomva ez a jeges, kicsit márvány minta. Ez a tükör csodálatos, de szépen végig tudtam sminkelni vele. Egyszer csak kellett mondjuk egy nagyobb tükörhöz folyamodnom, és ilyen két kis kapocssal záródik, tehát itt van két kis fog, ami szépen beleakad. Úgyhogy nekem elképesztően tetszik. Kicsit furcsa, amikor kinyitom, mert ugye a tetének is van egy kis súlya, és ha bár nem lehet teljesen hátrahajlítani, azért valamennyire engedi a rugó, és kicsit olyan, mint ami, na, most eltörik, nem törik? De elvileg nem törik, úgyhogy ez egy nagyon pozitív csalódás volt számomra, és köszönöm, hogy ajánlottátok, mert eddig tényleg nagyon tetszik. Természetesen majd még fogok más sminkeket is készíteni vele, mert itt még mondom, van egy-két pár olyan árnyalat, amitől így kiugrik a szívem. Viszont lesz majd még egy első benyomásos videó, hiszen van még egyszer ennyi termék, amit szeretnék használni, és ahhoz viszont nem ezt a palettát fogom használni, de ez még a jövőben úgyis elő fog kerülni. Úgyhogy igazából mondjátok meg a véleményeteket, hogy szerintetek hogy sikerült ez a smink, hogy tetszik eddig ez a pár termék, amit bemutattam nektek, esetleg ezek után meg akarjátok-e vásárolni valamikor. Érdemes a Beauty Bay oldalát nézni a leárazás és outlet szekcióban, mert nagyon jó akciókat ki lehet amúgy fogni. Én mindig onnan vásárolok, hogyha veszek valamit. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az, amikor én valamit teljes áron megvásárolok. Azt nagyon-nagyon akarnom kell, és nagyon sürgősen akarnom kell. Viszont igazából akkor ennyi volt már ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!